Jó, eleget beszéltünk a pásztorokról, nem? Beszéljünk már a nyájról, mert sokkal jobb téma. Jó. Azt gondoltam, hogy kicsit felborítottam a rendet, hogy ki volt írva, mert novemberben azt tűnt logikusnak, most meg más tűnt logikusnak, de na, úgy jön, hogy jön. Na, az címek egyáltalán egy aktuálisak. Nem, a címeket szabad elfelejteni. Tehát az első ugye arról szólt, hogy milyen a tanítvány, a második előadás arról szólt inkább, hogy mik a gátló tényezők, a harmadik a lelkipásztor, mint bojtá. Tehát ugye az egy kicsit hasonlított arra, amit akartam mondani a második előadásban, hogy emberi erőforrások sávfárad, abból lett egy pásztor, mert az sokkal jobb. És akkor most az most lenne, igen, de az már volt. És akkor lelki növekedésről beszéljünk. Mert igazából különböző elképzelések vannak a lelki fejlődésről, és nem mindegy, hogy melyiket használjuk, melyik van a fejünkben, mert ahhoz képest fogjuk kiválasztani a munkamódszereinket. És szerintem néha-néha összefügg azzal, hogy hogyan látjuk a biológiai fejlődést. Évente egyszer egy óvodában tartottam szakmai napot a pedagógusoknak, és előző este mindig egy szülők iskoláját, amikor az éppen aktuális szülőkkel beszéltünk valamilyen témáról. És legutóbb azt a kérdést tettem föl a szülőknek, így beugró kérdésként, vagy bevezető kérdésként, hogy mi a különbség a felnőtt és az óvodás között. És érdekes volt nekem, hogy a legtöbb válasz valahogy úgy kezdődött, hogy az óvodás még nem, és akkor mondott valami felnőtt dolgot. Amiből így gyakorlatilag azt a következtetést vontam le, hogy sok ember fejében, vagy legalább azoknak a szülőknek a fejében, akik ott voltak, nem reprezentatív felmérés volt, de mintha az óvodás egy felnőttnek a 15%-a lenne. És az évek alatt csak kiteljesedik, és valamikor minden 100%-os lesz. Tehát még nem tudja ezt, még nem tudja azt, még nem tud olyan jól ezt, azt, de majd az évek folyamán, hogy feltöltődik a keret, és valamikor lesz ebből egy 100%-os felnőtt, de most ő csak egy 15%-os felnőtt. És kezdtünk arról beszélni, ma arról akartam beszélni, hogy az óvodás biológiailag másképp működik, mint egy felnőtt. Tehát nem csak arról van szó, hogy ezt még nem tudja, vagy azt még kell neki megtanulnia. Egy óvodás tud dolgokat, amiket egy felnőtt ember nem tud, és fordítva, azért, mert biológiailag, idegrendszerileg más. Egy legegyszerűbb példa mindig az, hogy az óvodás játszva gondolkodik. Vagy az óvodás nem azért játszik, mert még nem dolgozik. Vagy egy felnőtt lehet, hogy azért dolgozik, mert vagy azért játszik, mert dolgozni kéne, is az a kedvem. Vagy azért vagyok éhes, mert tanulni kell, hogy ezek a fontos tevékenységek, elkerülő tevékenységek. De egy óvodás nem azért játszik, mert még nem kell dolgozni. Egy óvodás azért játszik, mert a testével gondolkodik. Egy óvodás úgy tud egy helyzetet feldolgozni, hogyha lejátsza. Ugye ezért babázik, ezért kell a maci, és amikor valami történik a családban, akkor egy nappal később ugyanaz történik a macival, meg akár a játékautóval, ha már ott tart a gyerek fejbe. Tehát az óvodás a testével gondolkodik, aztán a játékba gondolkodik, aztán megtanul gondolkodni testi tevékenységek nélkül, akárbár én is jobban tudok gondolkodni, ha járkálok egy kicsit, tehát annyi óvodás megmaradt bennem is. Aztán meg ugye vannak rendszerek egy óvodásban, amelyek még egyáltalán nem működnek. Hormonrendszer majd 10x évesen fog bedurranni, és akkor az idegrendszer teljesen megijed, hogy gyerekek, most mi van, most mindent újra kell értékelni, kell 5 év, hogy a kamasz újra ott legyen, ahol egyszer már volt, csak közben bedurrant egy olyan rendszer, amiről azt se tudta, hogy létezik, és új érzések vannak, és azt sem tudja kezelni. És aztán meg valamikor 10x évesen bennő itt a frontális lebeny,
és akkor még olyan dolgokról is tud gondolkodni, amikről eddig nem is tudott gondolkodni. És akkor olyan 25 évesen vagyunk toppon, és akkor minden rendszer 100%-osan működik, és onnantól kezdve csak az fog megmaradni, amit hasznosan használunk. Minden más el fog romolni. Tehát ugye ez a jövőkép. Na, tehát ha ez a kép van a fejemben, mondjuk, hogy a lelki fejlődés az egyszerűen azt jelenti, hogy ezt még nem tudod, de majd megtudod, és meg fogod tanulni, akkor igazából iskolai, tehát ilyen arányos növekedésbe gondolkodunk, hogy egyszerűen mindig a következő adagot kell adni, és valamikor meg fogja tanulni. Gyakorlatilag erre épül legalább Magyarországon az iskolai rendszer, hogy tehát valamit akarunk tanítani, és akkor itt kezdünk, és ott lesz a vége, x év alatt tanítottuk eddig, de ha jó ez a sorrend, és okoz a gyerek, akkor most a 6 év alatt csináljuk ugyanazt 4 év alatt, és tud még többet is tanulni. Aztán kiderült, hogy ez nem működik, mert nem így működik, mert biológiailag nem képes egy gyerek egy bizonyos korban bizonyos dolgokat fölfogni. Tehát ha egyszerűen csak töltöm az információt, és kigondoltam logikailag a sorrendet, és minden egymásra épül, csak valamit tanítok egy adott korban, amire a gyerek fizikálisan, agyilag nem képes ezt feldolgozni, akkor hiába mondom neki, akkor nem a gyerek buta, ha nem érti. Na, aki kifejlesztette az anyagot, az nem érti, hogy a gyerek hogyan működik. Na, ugye lehet így is gondolkodni a megszentelődésről, hogy egyszerűen a megfelelő sorrendben kell adagolni az információt, és akkor majd szépen arányosan fejlődik az embernek a hite, de belefuthatunk mi is abban, hogy hát agyilag mi már kommunikáltuk, vagy amilyen szavak szintjén már kommunikáltunk egy dolgot, de most valamit próbálunk tanítani, amit ő egyszerűen nem tud felfogni. Gondolom, hogy belefutottunk ilyen dolgokba. Na, másik gondolkodási rendszer, az, ami hasonlít arra, amit Pál apostol mond az Efézusi levélben, ugye az Efézus 4 az a lelki növekedésnek a kulcs fejezete, de nem teljesen ugyanaz. Ugye vannak emberek, akik abból indulnak ki, hogy a megszentelődés az azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat nem kell csinálni, tehát bizonyos bűnöket el kell hagyni, ezek a rossz dolgok, a cselekedetek az egyik oldalon vannak, és a másik oldalon bizonyos szent cselekedeteket el kell kezdeni végezni. Bibliát olvasni, imádkozni, Isten tiszteletre járni, azokat csinálni kell. A lopást, hazugságot, paráználkodást abba kell hagyni, és ha ezt a kettőt párhuzamosan csinálom, tehát a rosszat elhagyom, és másfajta jó dolgokat kezdem csinálni, akkor lelkileg megvan a növekedés. Viszont Pál apostol így mondja, vessétek le a régi élet szerint való óembert, ugye Efézus 4.22, aki csalárt és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. És ez miért más? Ez azért más, mert Pál apostol itt arról beszél, hogy az új dolgokat a réginek a helyébe kell felölteni. A megszentelődés az nem az, hogy bizonyos dolgokat nem teszek, és más dolgokat elkezdek tenni, úgy, hogy a kettő között igazából kevés a kapcsolat. Amiről tegnap este meséltem, hogy valaki otthon nem foglalkozik a családjában, de valahol máshol tart egy evangelizációt, és akkor -1 + 1, akkor nullára jön ki, akkor hát akkor jó fiú voltam. Hogy nem sikerült még teljesen a rossz dolgokat elhagyni, de már kezdtem a jó dolgokat csinálni. Ugye, de Pál apostol másként gondolkodik, nagyon konkrét példa, nekem azt tetszik mindig a legjobban, amikor Pál apostol azt mondja, hogy aki lopott, ne lopjon többé, és ott nincs pont, ugye, hanem vesző, hanem dolgozik, és ott sincs pont, ő mindig vesző, hogy legyen mit adni a szegélyeknek. Ugye, ez a megszentelődésnek a folyamata Pál apostolnál. A lopás az volt, hogy volt valami nálad, de én kívántam, most már vegyél. A lopás, vagy nem veszem figyelembe, hogy a tiéd. A lopásnak a megoldása még nem a munka. A lopásnak a megoldása az, hogy az ember megtanul adni. Nálam van, az enyém, de látom, hogy neked van rá szükséged, és odaadom. Ugye ez a lopásnak az ellentéte.
A megszentelődés akkor fejeződik be, amikor az, aki lopott, nem csak hogy elkezd dolgozni, hanem képes arra, hogy a sajátjából adjon másnak. És ott fejeződik be, úgymond, a megszentelődés azon a területen. És értitek, hogy ez nem ugyanaz? Nem mindig mindenki érti. De Pál apostol fejében a megszentelődés az, hogy a rossz cselekedetek és a rossz szokások helyére adnak általában ellentétes, biblikus szokások, életmód, tevékenységek kerüljenek. Amikor megértem, hogy Isten hogyan gondolkodik. Mert Pál apostol fejében nincs szürkezóna. Ugye, aki abba gondolkodik, hogy bizonyos dolgokat el kell hagyni, és más tevékenységeket föl kell venni, az gyakorlatilag úgy gondolkodik, hogy a kettő között van egy szürkezóna, ami mind a két fajta embernek az életében ott lehet, csak ha bizonyos rossz dolgokat nem csinál, a szürkék maradhatnak, és ha bizonyos fehér dolgokat kell csinálni, akkor már lelkileg fejlődött. Csak nem fejlődött az semmit. Csak megtanult egy tevékenységet, hogy így illik. És lehet, hogy az ember abba fut bele, amit ifisek mondtak nekem, már nagyobb ifisek voltak, egy csendes héten, akik azt mondták, hogy néha-néha belefáradunk a keresztény életbe. Hogy Bibliát kell olvasni, meg imádkozni kell, meg Isten tiszteletre kell járni, és ugye a hangsúly az volt a kell. Hogy a jó hívő ezt csinálja. És észrevettem, hogy nem jön belülről. De onnan is lehetett észrevenni, és újra ezt nem akarom leminősíteni, csak a helyzetébe kell látni, azt onnan is vettem észre, hogy elég sokan reggel a mai igét olvasták. A mai ige ugye az olyan kiadvány, amiben van egy bibliai mondat és egy rövid magyarázat, ami nem mindig magyarázat, de elég lájtos, ha szabad így mondanom. Tehát ilyen alapvető dolgokat mond. Egyáltalán ezzel nincs semmi gond. Szoktam ajánlani, ha valaki elkezd Bibliát olvasni, vagy rendszerességet akar a bibliaolvasásban belőle, érdemes azt is. De amikor valaki már csendes hétre jön el, és a római levélről fogunk beszélni, és a római levelet fogjuk a saját életünkre alkalmazni, de reggel csak mai ige van, akkor ez már gyanús. És akkor ez jött elő, de már fárasztó. Tehát amikor időt kell belefektetni, hogy olvassam, én értsem meg, én alkalmazzam a saját életemre, sokkal egyszerűbb a Mac is fajta, vagy a KFC, ha már KFC-ről volt. Szóval, hogy minden készen van, csak be kell kapni. De mondom, de hát, de gyerekek, tehát oké, de hát lehet először felszedni azokat a gyümölcsöket, amelyet úgy a földön vannak, de a kincsek a bányában vannak. Tehát le kell menni a föld alá, és meg kell dolgozni, és akkor találod a gyémántot. Nagyon ritka az, hogy a gyémánt följön magától, és a banán mellett ott a gyémánt, és akkor minden jó lesz. Tehát eljön az az idő, amikor te már többre vágysz, és az nagyon jó, de akkor többet is kell belefektetni. Én ezt az állapotot néha lelki kamaszkornak nevezem. A kamasz az az ember, vagy az a fiatal, aki egyedül is tudna ebédet főzni, akár, de hazajön iskoláról, leül a konyhában, és azt kérdezi, anyu, mit teszünk? Hát, amit főzöl a kislányom. Csinál már rendet a szobádba, olyan fáradt vagyok. Nem csinálod helyettem? Ugye, a kamasz az az ember, aki már tud bizonyos felelősséget vállalni magáért, az életéért, a közösségért, amiben benne van, csak hogy ez fáradtságos, és ezért inkább másra hagyjuk, hogyha lehetséges. És azon egyszerűen túl kell jutni. Túl kell jutni azon a ponton, amikor már nem lopom, el kell kezdeni dolgozni, de ez még mindig nem a csúcs. A csúcs az, hogy tudok adni. És belefutnak gyülekezeti tagok ebbe az állapotba, hogyha azt látják, hogy elvárások vannak. Hogy a keresztény élet arról szól, hogy bizonyos dolgokat illik csinálni, de nem jön belülről. Hanem ez egy felvett magatartás. És mi sem szeretjük ezt, amikor maszkot kell viselni. De igazából, ha fejlődésről beszélünk, és hitbeli fejlődésről beszélünk, akkor szerintem a legjobban, és ez a harmadik, amit én inkább tudok javasolni, a harmadik módszer,
hogy amikor lelki fejlődésről beszélünk, akkor azt lehet, hogy jobb a személyiség fejlődéssel összehasonlítani. Tehát nem a biológiai fejlődéssel, nem a szokásoknak a megtanulásával, hanem a személyiség fejlődéssel, mert többek között azért, mert a személyiségünk formálódik azok által, a kapcsolatok által, amikben felnövünk. Ugye? Az alapvető, tehát, és ebből lesznek a különböző személyiségek. Persze van ennek biológiai oldala is, idegrendszer, genetikai dolgok, de az első dolog, amit az első szempont, ami alapján személyiségtípusokat lehet megkülönböztetni például, az az, hogy valaki megbízhatónak tartja-e az embereket, kiszámíthatónak tartja-e a világot, vagy nem. És talán ismerjük ezeket a szélsőséges esetek. Ugye az az ember, aki nem bízik sem az emberekben, sem a körülményekben, az mindig vigyázban van. Senkiben nem lehet megbízni, csak magamban, ki tudja, hogy mi lesz holnap, magamról kell gondoskodnom, és abból lesz egy... Na, most már a fejükben van valaki. Ilyen személyiség. És ezzel ellentétes valaki, aki nagyon megbízik az emberekben, bármit mondhatsz neki, és ó, holnap is jól lesz meg, eddig is így volt, mindig is új lesz. Ugye, ezek ellentétes személyiségek. És valahol a kettő között van az az ember, aki mit tudom én, találkozik egy új emberrel, 3 hónapig teljesen megbízik benne, aztán egy rossz dolgot csinál a másik, aztán meg ő az ördög. Talán meg ilyenekkel is találkoztunk már, akinek te voltál az angyal, amikor még jót mondtál, és egyszer nem úgy néztél, vagy nem azt mondtad, és onnantól kezdve te vagy az utolsó ördög a sorban. Tehát ezek eléggé meghatározó dolgok egy embernek a személyiségében. Hogy megbízhatóak-e az emberek, kiszámítható-e a világ. Honnan tanulja ezt az ember? Honnan veszi ezt az alapot? A családjából. Ha anyu mond valamit, akkor meg fog történni, vagy nem fog megtörténni. A családomban rend van, vagy bármi történhet bármikor? Ha apu azt mondja, hogy holnap megyünk állatkertbe, akkor holnap állatkertbe megyünk? Vagy ha holnap megkérdezem, hogy ugye tegnap azt mondtad, ja, hát az tegnap volt, kisfiam, hát most annyi minden van, majd jövő héten megyünk, de nem is állatkertbe úszni. Ugye ez az alapvető dolog, amit hozunk a családból. Igazán az első dolog, amit a csecsemő megtanul. Hogy milyen világban nőttem föl? Rend van, vagy nincs rend? Megbízhatóak-e az emberek, vagy nem megbízhatóak az emberek? Ha nem bízhatóak az emberek, akkor elzárkozom, akkor nem akarok emberekkel találkozni, mert abból csak baj lesz. Ha megbízhatóak az emberek, akkor nyitott személyiség leszek, mert hát meg lehet bízni emberekben. Na, és akkor ezt lehet én szerintem lefordítani arra is, hogy amikor valaki szembesül azzal, hogy ő addig úgy élte az életét, hogy abban Isten igazából nem szerepelt. És amikor hallja az evangéliumot, megtér, mi az első dolog, amit neki meg kell tanulnia? Hogy megbízható az Isten. És Isten bizonyos szempontok szerint gondolkodik. Ugye? Tehát vannak ilyen krízisek, vannak ilyen alapvető kérdések, és fogok még néhányat mondani, amelyekben segítenünk kell az embereknek, hogy erre a kérdésre megtalálják a megfelelő választ. Megbízható-e az Isten, vagy szeszélyes? Ha Isten mond valamit, akkor az megvalósul, vagy ki tudja, mi lesz. Istennek van-e rendje a fejében, vagy csapunk? Hogyan fogja megtanulni az ember, hogy az Isten megbízható, és bizonyos szempontok szerint irányítja az ember életét? Egy, a bibliai történetekből, amikor olvassuk ezeket, és én, mint lelkipásztor, tudom, hogy ez egy fontos, a bizalmi kérdés az egy fontos kérdés az ember életében. A hit arra alapszik, megbízható az Isten, amit mond, az meg fog valósulni, nem fog engem cserbe hagyni. Ezért az év folyamán néhány alkalommal ezt kell kiemelnem az igében, vagy azt is. Tehát a 3 pontból, vagy a 12, nem tudom, hogy hogyan prédikáltak. Egy legyen az, hogy megbízható az Isten. Megmondta, és meg is történik. Az az egyik. És a másik, amire szintén szükség van, hogy valaki, egy ma élő ember erősítse meg, hogy ez tényleg így van.
De az egy bizonságtétel, egy beszélgetés. Egy beszélgetős biblió órán, egy kis csoportban, egy házi csoportban, de lehet egy kiránduláson is. Hogy ő lássa, hogy ez nem csak egy elmélet a Bibliában, és nem csak régen történt a hit hőseivel, hanem ugyanaz a dolog történik mind a mai napig egyszerű hívőkkel, akik velem egy gyülekezetben vannak. Mert ez egy nagyon fontos kérdés embereknek. Most a héten az asszonykörből az egyik asszony tette fel a kérdést, hogy Isten tényleg hallja az imádságainkat? De igazából a háttérben az a kérdés van, hogy imádkoznak a keresztények, de van-e értelme, vagy nincs értelme? Tehát megbízhatom-e abban, hogy amit mondok, az tényleg eljut Isten fülébe? Szerintem az a kérdés van a háttérben. Tehát oda itt még nem is tartunk, hogy akkor milyen válasz érkezhet, és hogyan kell a választ fogadni. Az alapkérdés a bizalmi kérdés. És néhány új megtérőnek az életében láttam ezt első krízisnek. Tehát amikor egy asszony komolyan kezdte venni a hitét, még Budapesten a felnőtt konfirmációs tanfolyamra kezdett járni, az első dolgok között az egyik az volt, hogy ő rájött arra, könyvelő volt egy cégnél, hogy ha komolyan veszi az Isten igéjét, akkor bizonyos dolgokat már nem tud elvégezni a munkahelyen, ahogy eddig szokott. Na, mondjam szépen. És egy nagyon komoly beszélgetésünk volt erről, négy szem közt természetesen, mert nem a csoportra tartozik, de most mi a tennő? Hogy tegye ezt félre, hogy jó, ez a munkahelyem és ez a hívő életem, tehát a hívő életbe betartom, de a munkahelyemen nem tudok más csinálni, főleg ugye az én koromban, mert találok-e más munkahelyet, ki tudja, és beszéltünk róla, imádkoztunk, és egy idő után eljutott arra a döntésig, hogy hát ha Isten valóban megbízható, akkor Isten őt nem fogja cserben hagyni. És elmondta a főnökének, hogy mi a helyzet, hogy bizonyos dolgokat már nem fog úgy tud elvégezni, mert ellenkezik most a lelkiismeretével, és a főnök megértette, és elbocsátotta. Erről szól az emberi élet. De nem, még mindig vesző van csak. Még nincs vége. A vége az volt, hogy az asszony talált munkahelyet, ráadásul a NAV-nál. Rablóbó Pandúr, ugye? Jó, aztán? Nem. De tudjátok, hogy mi a jó? Tehát ő ellenőr lett, ugye? És erről is beszéltünk. És akkor, de ezt hogy csinálod, ugye, mint hívő ember? És ő mondja, hogy de van nekem játékterem. Igen, tehát nem egy játékterem, hogy gépek vannak, hogy van terem arra, hogy na, figyelmeztessem szóba, írásba. Tehát tudok kegyelmet gyakorolni. Ugye, egyrészt nagyon jó szeme van, hogy azonnal látja, hogy ja, ők is úgy könyvelnek, hogy én szoktam. Tehát ugye, mert tudja, hogy ez hogy működik. De utána, hogy tud kegyelmet gyakorolni abban a helyzetben, hogy először egy figyelmeztetés, de ha szembesül azzal, hogy nem véletlen volt, sőt, egy rossz szándék van mögötte, akkor az államkardjával akár le is sújthat, ha akar. De nem arról szólt a történet, ugye neki az ő, amit ebből ő megtanult, a legfontosabb dolog, amit megtanult, hogy Isten tényleg gondoskodik rólam. Ugye ez a kenyér kérdés. Hogy a sátán mondta az Úr Jézusnak, én ezzel itt van néhány kő, csinálj belőle a kenyeret, jó lesz. Ez a bizalmi kérdés, ami egy ember életében többször fog előfordulni valószínűleg visszajönni. Tehát nekem is kétszer jött vissza ez a kérdés, amikor kezdtünk készülni a misszionárius pályára. Első alkalommal akkor, amikor kiderült, hogy mi adományokból fogunk élni, nem lesz fizetésünk, hanem el kell magyarázni embereknek, hogy mivel foglalkozunk, és kérni, hogy támogassák ezt a munkát, mert én nem ilyen családban nőttem föl. Tehát én olyan családban nőttem föl, ahol keményen dolgoztunk, hogy legyen pénzünk, hogy tudunk magunkról gondoskodni. Volt tartalék, és én azt gondoltam, hogy az mindig jó, ha tartalék van, mert ha bajba kerülök, akkor ugye itt a biztonság. Aztán Isten gyakorlatilag arra mutatott rá, hogy amire én úgy gondoltam, hogy az egy támasz, az nem egy támasz. Mert nem ott van, hanem itt van.
és akadályként van itt, hogy Isten engem ott akar látni, de az a, amit én biztonságnak gondoltam, az megakadályoz abban, hogyha én ezt a biztonságos dolgot fel akarom tartani, akkor az olyan akadály, amely miatt nem tudom elfoglalni a helyemet. És a második akkor hirtelen csak úgy derült égből ülök a kanapén, olvasom a Bibliát, és bevillan a gondolat. És ha mindez nem igaz? Mire épített az életed? Nem Isten kérdezte. De valaki súgta kérdéssel szépen, hogy nehogy erőltesse a dolgot, de szépen feltette a kérdést. És ha ez nem igaz, akkor mit csinálsz? És igen. Vajon azt mondta az Isten? Van ilyen kérdés. És kellett egy fél év, háromnegyed év szerintem, mire visszataláltam a megfelelő talajra. De onnantól kezdve meg voltam győződve. Értitek? Tehát Isten kihozza ebből is a jót, meg vagyok győződve, hogy bárki bármit mond, én az tiszta igazságot megtalálom. Nem biztos, hogy úgy tudom elmagyarázni, hogy kéne, de tudom, hogy hol van. És vissza tudok térni hozzá. Tehát az én életemben is kétszer nagyon élesen visszajött ez a kérdés. Mi a megoldás? A megoldás az, hogy megtalálom azokat a beszámolókat, könyvek is segítettek természetesen, beszélgetések, de ezért van ugye a hívő közössége. Hogy még a meghalt hívők is tudtak nekem segíteni a könyveikkel, hogy visszataláljam a helyes útra. Mert kapcsolatok által fejlődik ez a dolog. Egy következő, amit az ember meg kell tanulni, és ami minden gyülekezetben kérdés, ugye a három évesen felteszi magának, de nem tudatosan, de felteszi magának a gyerek a kérdést, milyen a viszonya a saját akaratom és a szüleimnek az akarata között. Hol van az én akaratom a szülőknek az akaratán belül? Mert nagyon jól működik az, hogy nem. Nem csak az igen működik, néha nem is működik, és ugye három évesen igazából az az életcél, hogy nézzük meg, hogy keresztül tudom-e vinni az akaratomat, vagy sem. És ebből is lesz ilyen vagy olyan személyiség. Apósomék arról voltak meggyőzve, hogy a gyerek akaratát le kell törni. Az ő idejükben volt ilyen irány bizonyos felekezetekben, hogy az elég rossz dolog, ha egy gyereknek van saját akarata. Most Isten arról gondoskodott, hogy a feleségemnek olyan vas akarata van, tehát tudtak belőle csipketni talán, de eltörni nem nagyon sikerült. Hála Istennek, mert később még volt rá neki szüksége. Nem tudom mást mondani. Ugye? És van az a szülő, aki azt gondolja, hogy uha, most a gyerekemnek van akarata, hát akkor ugye az övé is annyira számít, mint az enyém, és ha hangosabban tud ordiválni, akkor biztos neki van igazat. Vagy adok neki igazat, akkor csönd legyen. Vagy akkor már szavazni kell, és akkor kinek van igaza. Ugye a legjobb lenne, ha három évesen megtanulja az ember, hogy az ő akarata hogyan helyezkedik a szülőknek az akaratán belül. Hogy az ő akarat is számít, de nem mindenben. Ő is mondhatja a véleményét. Aztán majd a dolgok nagy rendjében sorra kerül arra is, amit ő akar. De ugyanaz a kérdés borzasztó sokszor visszajön a gyülekezeti tagoknál is. Hogy Isten akaratához képest hol van az én akaratom? Szabad-e valamire törekedni? A felnőtt konfirmációnál nekem úgy tették föl a kérdést, ez ugyanaz a kérdés volt, hogy szabad-e egyáltalán a keresztény embernek valamire törekedni, vagy Isten majd megmutatja, és csak azt kell csinálni, és de nem szabad valamire vágyni. De gyakorlatilag az ugyanaz a kérdés volt. És ha nem tudjuk tisztázni, akkor egy örök kérdés fog maradni. És újra mondom, akkor fogja megtanulni, hogyha a Bibliából látja, hogy még az Úr Jézus is felteheti a kérdést. Hogyha lehet, akkor elmúljék tőlem ez a pohár. Mert nem volt bűn, hogy az Úr Jézus ezt kérte. És amikor jött a válasz, amikor a Szent Háromság egyik személye azt mondja, a Szent Háromság másik személyének azt, hogy nem, ami egy döbbenetes dolog, ha vele gondolunk,
akkor az Úr Jézus azt is elfogadta. Akkor úgy legyen, de nem úgy, hogy én akarom, hanem a te akaratod legyen meg. És ugye ez egy nagyon pregnáns történet arról, hogy akár még a Szent Háromságon belül is hogyan helyezkednek az akaratok, és akkor minden bibliai történetből lehet egy hasonló dolgot mondani. Nem kell minden héten. De ha tudod, hogy a gyülekezeti tagok között valószínűleg valaki felakadt ezen a kérdésen, akkor az évben kétszer-háromszor érdemes a magyarázatba ezt a kérdést kiemelni, vagy arra is időt szánni. Utána, amikor az ember már iskolás, kisiskolás inkább, az a nagy kérdés, hogy képes vagyok-e egy kitűzött célt elérni? Tudok-e valamit megtanulni, tudok-e valamit megérteni? Ugye ezért nagyon rajonganak az iskolások a versenyekért. Ha megfelelő pedagógus van mögötte, az az érzés, hogy képes vagyok valamire, meg tudok valamit érteni, ugye akkor már nem a játék az érdekes kisiskolásoknak, hanem a kézművesség, hogy kitaláltam valamit, és meg fogom építeni. Ugye a játéknak nincs célja, illetve a játék célja a játék, a kézművességnek célja a produktum, a végcél, az eredmény. A kisiskolásnak ugye, a kisiskolás azon tud sírni, hogy elképzeltem valamit, és nem tudom elérni, most összetört a világ. Ugye 4 évesen hazahoz egy rajzot, amiről ő is tudja, hogy nem hasonlít semmire, de 6 évesen, ha nem úgy sikerült, akkor tényleg összetört a világ. És azt is meg fogja tanulni, ha a szülők a megfelelőképpen kezelik a dolgot, és ugyanúgy a gyülekezetben is. Ja. Képes vagyok-e egy bibliai szakaszt értelmezni? Képes vagyok-e arra, hogy hangosan imádkozzék? Képes vagyok-e arra, hogy... Nem. Valamikor ez kérdés lesz, és csak akkor fogja a megfelelő választ találni, ha a megfelelő környezetet teszek hozzá. Megnézem, hogy időben hol vagyok. Pályaorientáció. Melyik közösséghez, társadalmi csoporthoz tudok aktívan és építően hozzájárulni? Ugye a pályaorientációról beszélni, igazából ez a kérdés. Hogy mit akarsz lenni, amikor nagy leszel, az egy nagyon jó kérdés, de amikor az ember, hogyan mondjam, pályát kezd választani, nem az a kérdés, hogy mi akarok lenni. A kérdés az, hogy talán az én életemben nagyon egyszerű volt egy inspiráló fizikatanárom. Egy olyan személyiség, amivel nagyon passzoltunk, és hát, ha ilyenek a fizikusok, akkor szívesen vagyok én is fizikus. Még egy kicsit gondolkodtam azon, hogy talán kémiát fogok tanulni, mert a családban édesapám révén inkább az volt, eredetileg ő azt tanulta, mielőtt rendőr lett. Tehát azt is megnéztem, aztán láttam, hogy ott állnak a kémikusok, és mindenki 2 színtelen folyadékot önt egy pohárba, és lesz belőle egy sárga, és ott is egy sárga, és ott is egy sárga, és ott is egy sárga. Ja, mindenki ugyanazt csinálja, és mindenki ugyanazt a jelentést fogja róla írni, vagy hogy hívják ezt, le fog írni, hogy mit csinált, és mi lett az eredmény. Ne, az is érdekes, de nem tudom. Aztán kiderült, hogy a fizika szakon minden projekt tanítás volt már, tehát húzok egy cetlit, akkor azt fogjuk csinálni, az teljesen más, mint amit a kollégák csinálnak a másik sarokban. Jó, akkor ez már nyert. De ugyanez a kérdés, amikor az ember ott van a gyülekezetben. Melyik csoporthoz tudok építően hozzájárulni? Melyik csoport az, kikhez tudok csatlakozni és segíteni a gyülekezeti életben? Ami azt jelenti, hogy néha nincs, még nincs ilyen csoport. De fel kell deríteni, hogy az illető mivel szeretné hozzájárulni a gyülekezethez, és létrehozni a megfelelő lehetőséget. Megint lelki növekedésről beszélünk. Egymás után jönnek a kérdések. Megbízható az Isten? Segíteni kell abban, hogy igen, Isten igenis megbízható. Hol van az én akaratom? Isten akaratához képest. Meg kell értetni, hogy működik. Képes vagyok arra, hogy egyedül is olvasok Bibliát, imádkozzak hangosan a közösségben, mondjak valamit, segíteni kell abban. Hol tudok hozzájárulni a gyülekezet életéhez? Pályaválasztás? Hát akkor nézzük meg. Megadjuk a lehetőséget. És akkor itt a 6. kérdésnél
Már 8-at írtam föl, de most egyet mondok még. Ami az ember életében bizonyos korban ugye nagy kérdés a párválasztás, aminek a hátterében igazából az a kérdés áll, hogy teljesen egyé tudok válni valakivel. Tehát létezik-e olyan ember a világon, akivel teljesen egy húron tudok pendülni, akivel előtt nem is akarok titkot tartani, akivel mindent akarok megosztani, hogy képes vagyok erre. Van-e ilyen ember egyáltalán? Létezik ilyen a világon? És megint ugye a példákból tanulunk, amit körülöttünk látunk, amit otthon láttunk, vagy a családban, vagy akár a szomszédságban, ugye abból vonjuk le a következtetéseket. És biztos ti is voltatok ilyen helyzetben. Jegyes oktatásban beszélünk erről arról amarról, és egyszer csak a fiú azt mondja, hogy de ő igazából, tehát időbeosztásról beszéltünk, hogy hányszor lehet a szülőket meglátogatni egy hónapban, mert érdekes, olyan, na, rájöttem arra, hogy néha-néha érdemes feltenni a kérdést, hogy hogy képzelik el a mindennapjukat majd a következőkbe, és az egyik pár azt mondta, hogy hát abban maradtuk, hogy egyik héten megyünk a egyik szülőkhöz, a másik héten megyünk a másik szülőhöz. És na, ebből lett egy nagyon jó beszélgetés, mert ugye erre azt mondtam, hogy felejtsétek el. nem lesz így. Lehet, hogy az elején fogjátok ezt csinálni, de akkor ti mikor fogtok elmenni valahova? Tehát ha már minden hétvége, vagy minden szombat foglalt, mert oda kell menni, akkor nem fog működni. Ez már előre lehet tudni, hogy havonta egyszer lehet talán az egyik szülőhöz, a másikhoz menni, de biztos, hogy kell olyan szombat is, amikor ti akartok valamit csinálni, ti akartok valahova elmenni. És már most előre kell tisztázni, ugye, az anyósokkal, meg az apósokkal, hogy ti tényleg önállóan fogtok élni. Egy másik helyzetben a szülők már megvették a házat, és ott fognak majd lakni. Ugye? Másik esetben a szülő már felépítette a házat. Minden gyerekének. És mire a párválasztásra a sor került, hogy nagyon csodálkozott, hogy miért nem akarnak ők ott lakni, ahova ő építette azt a szép házat. Na, gyerekek, itt sorrendi problémák vannak. Jó, ott a szülőknél volt a probléma. De a jegyes oktatásban az egyik férfi fiú azt mondja, hogy hát nagyon szép és jó, hogy ugye hűség, meg minden közös, de hát ő szeretne egy délutánt, hetente egy délutánt, amikor azt csinálhat, amit akar, és nem kell róla beszámolni. Akivel akar, és nincs beszámolási kötelesség. Nem tudom, hogy mit látott otthon, vagy miben nőtt föl, de kezdtünk róla beszélni, hogy ha bajt akarsz, akkor így kell kezdeni egy házasságot. Hogy legyen olyan dolog, ami mégiscsak titok. De, és később kiderül, még mindig tartjuk a kapcsolatot, hogy neki tényleg probléma az, hogy nem akarok teljesen egyé válni valaki mással. Kicsit a családból hozta, hogy jó, bejön egy mennyecske a családba, de akkor a ház mégiscsak a fiú nevén van. Megoldjuk, hogy a lány neve ott nem is szerepeljen. De amikor a kölcsönt kell felvenni, akkor inkább a lány nevére, most már a feleség nevére vegyük fel a kölcsönt. Ért vannak ilyen trükkös gondolatok. Szegény asszony ilyenekben nem nőtt föl, azt se tudta, hogy mi történik. De hát ha már a házasságban ilyen problémák vannak, akkor a gyülekezetben is biztos ilyen problémák vannak. Teljesen egyé tudok lenni, tehát szentek közösségéről lehet-e szó? Tudunk-e olyan testvéri közösségben élni, hogy tényleg egymásnak elmerjük mondani akár a rossz dolgokat is? Ne azért, hogy kihordják a faluba, hanem egyszerűen, mert olyan bizalmi légkör van, és meg tudom beszélni, és segítséget akarok kérni. Ugye ez nem az első kérdés lesz a lelki növekedésben, de valamikor felmerül ez az igény, és felmerül ez a kérdés. Teljesen egyé tudok-e válni, tehát létezik-e olyan a szentek közössége? És a tapasztalatokból derül ki, vagy a tapasztalatokból fogják levonni a következtetéseket. És akkor megint, vannak olyan bibliai történetek, ahol ezt lehet kiemelni. Mi történik, amikor valaki valamit titokba tart, vagy mi történik, amikor az ember transzparens Isten felé, az embertársai felé, az Úr Jézus hogyan csinálta, aztán a gyülekezetben. És lehet, hogy arról példát kell adnunk, vagy talán akár úgy, hogy
van nekem egy olyan, van néhány lelkész társam, és van egy közösségünk, ahol mindenről beszélhetünk, és nem mondom most el, hogy ott miről beszéltem legutóbb, mert nem tartozik rátok, de higgyétek el, hogy nekem is van olyan közösségem, ahol tényleg mindent elmondhatok, és tényleg segítséget kapok, és imádkoznak értem, és ezt szeretném itt ebben a gyülekezetben is, mert jó lesz nektek. De mondom, hogy nem az első probléma lesz a lelki fejlődésben. De fel fog ez merülni. Na, és én mindezzel igazából csak azt akartam mondani, hogy ahogyan a személyiségünk fejlődik a tapasztalatok által, amelyeket szerzünk kapcsolatokban, élethelyzetekben, én a lelki fejlődést is úgy szeretem megközelíteni, tehát az ember megtanult valamit arról, hogy megbízhatóak az emberek, vagy nem. Ő megtanulta ezt úgy, hogy ebben a kontextusban Isten nem nagyon szerepelt. És neki az egész kérdést kell újra tanulnia, de most úgy, hogy Isten is benne van. De ha megtanulja, hogy Isten megbízható, akkor talán rá tudom vezetni, vagy tudok olyan légkört teremteni, hogy aki teljesen bizalmatlan volt az emberek felé, az megtanulja, hogy a testvérekben lehet megbízni. De ahhoz nagyon sok tapasztalat kell, nagyon sok élmény kell, a szabad ezt a szót használni, történet és személyes beszélgetés, személyes élmény, hogy átalakuljon, hogy a rossz beidegződésekre a jó magatartás kerüljön. És a gyülekezetről azért szeretek úgy beszélni, mint keresztény életközösségről, mert akkor megbeszéljük, hogy itt nem... Tehát nem egyéneket kell fejleszteni. Tehát nem most az óvodában is azt csinálják már, hogy minden gyerekről egyéni fejlesztési tervet írnak, ami nagyon szép és jó, de nem biztos, hogy sok értelme van. De a gyülekezetet úgy kell kezelni, hogy olyan, szerintem, hogy olyan közösséget kell létrehozni, ahol mindenki olyan tapasztalatokra tehet szert, amelyek segítenek ezekben az alapvető kérdésekben, segítenek fejlődni ezekben az alapvető kérdésekben. Megbízható az Isten, megbízható a testvér. A saját akaratomnak valahol helye van az Isten akaratán belül, a saját akaratomnak van egy helye valahol a gyülekezet akaratán belül. Hozzájárulhatok a gyülekezeti élethez valamivel, hozzájárulhatok Isten országának az építéséhez valamivel, mert aktív tagja lehetek egy bizonyos közösségnek. És ugye ezek komplex dolgok, de ha... És természetesen... Na, ezt soha nem fogom tudni jól elmondani. Tehát az egyént kell szem előtt tartani, amikor a problémáról van szó, de a megoldás nem az egyéni foglalkozás, a megoldás valószínűleg valami csoportos foglalkozás. Értitek, hogy mit akarok mondani? Hogy a problémák egyediek, de a megoldás jobban fog működni, hogyha csoportban történik. Ugyanúgy, mint a Kék Keresztnél, vagy az anonim alkoholistáknál, általában a függőségeknél, hogy a függőség megoldása, ha egy szóba akarom összefoglalni, a közösség. A függőség megoldása a sorstársak közössége. Ugye erre épül a Kék Kereszt, arra épül az anonim alkoholistáknak a munkája, hogy bekerül az ember a csoportba, és mindenki elkezdné mondani, hogy miről lehet felismerni, hogy alkoholista vagyok. Mert ha új ember van, akkor arról kell beszélni. Kész. Végig nem a megoldásról kezdünk beszélni, mert általában először szembesíteni kell az illetőt a problémával, és a következő lépés az, és ha legközelebb már a sárga földre leittad magadat, itt a telefonszámom, hívd föl, megbeszéljük. De legközelebb akkor hívjál föl, amikor már ott az üveg a kezedbe. Sőt, legközelebb akkor hívjál föl, amikor látod, hogy van még pia a pincébe. Sőt, legközelebb akkor hívjál föl, ugye ez az a folyamat, akkor hívjál föl, amikor arra gondolsz, hogy vajon van-e még pia a pincében. És akkor már eltelt 3 év. De ha ezt el tudjuk érni, akkor ugye a kísértést mindig egy lépéssel korábban tudjuk leszerelni.
És nem lehet ezt minden függővel elérni. Tehát, hogy egy másik kudarcot is mondjak, odaig eljutottunk az illetővel, hogy amitől ő függ, az egy nagyobb erő az életében, mint ő maga. Tehát a függősége mindig legyőzi őt. Első lépés. Második lépés. De Isten még annál is erősebb. Tehát ha kell egy megoldás, akkor Istenhez kell fordulni. Az is sikerült. Második lépés. És a harmadik lépés az az volt gyakorlatilag, hogy amikor észrevetted, hogy elbuktál, akkor keres, vagy hívj fel engem, vagy ugye én voltam az, akivel beszél. Tehát ha legközelebb észreveszed, hogy megint elkövetted, de nem akartad, akkor hívj fel azonnal. És azt nem tudtam elérni. Vagy elkezdtem magyarázni. Vagy csak később. De mondom, de figyelj, arról van szó, hogy én azt akarom, hogy te lásd, hogy most baj van, tehát nem fogok rosszat mondani, én azt a jelzést akarom csak, hogy Márko, most történt. Nem, hogy tegnap volt ilyen, vagy tegnap előtt, azt akarom, hogy most. De azt ő már nem vállalta. Tehát magyarul, magának beismerte, hogy baj van, magának beismerte, hogy csak Istennél van a megoldás, de a megoldást úgy várta, hogy Isten majd úgy rendezi, hogy erről soha senki nem fog tudni. És van ilyen is, hogy Isten megold egy problémát az életemben, és hála Istennek soha senki más nem tud meg róla, csak Isten elég sem fog, megint a ráutaló magatartás. Isten nagyon sokszor pont a gyülekezetet akarja használni, egy testvért akarja használni. Hogy nekem egy embernek kelljen bevallanom, hogy elcsúsztam, és lehet, hogy csak azért, hogy a másik mondhassa azt, hogy tudod, a bűn az bűn. Lehet, hogy én nem azt csináltam, amit te, de attól én nem vagyok rossz, nem vagyok jobb ember egyáltalán. Nekem más bűneim vannak. Menjünk közösen az Úrhoz. De én már megtanultam, hogy ha jön a kísértés, vagy elestem, akkor gyorsan rendezni kell a kapcsolatot, és mivel én ismerem magamat, hogy milyen gyáva vagyok, és magamnak el tudom magyarázni, nem is volt az olyan nagy probléma, és legközelebb jobban figyelek oda, szükség van külső fegyelemre, mivel nekem nincs önfegyelmem. Olyan gyakorlatilag erről szól ez az egész történet. De nem mindenkivel tudunk odaig eljutni. És megmaradt a függősége is. A kapcsolatban vagyunk a párjával, tehát halljuk a történeteket. Néhány jó lépést tett meg, és gyakorlatilag én szerintem haragszik az Istenre, hogy mert imádkozik, Isten miért nem veszi el? Hát, mert Isten el fogja venni, csak Isten kijelölt egy másik utat, csak őt még túl büszke. Na, erre mondom ezt, hogy a függőség megoldása a közösség, de nem igaz, természetesen, mert a közösség nem oldja meg. Csak kell egy közösség ahhoz, hogy az illető megtalálja a megoldást. Ugye? Tehát, ha a megfelelő közegbe kerül a függő, és a megfelelő lépéseket teszi meg a mentorával együtt, akkor Isten meg fogja adni valamikor, de Isten dönti el, hogy mikor. És ugyanúgy, amikor lelki fejlődésről beszélünk, lehet egyedül is Bibliát olvasni, lehet egyedül is imádkozni, lehet egyedül a kijelentést várni Istentől, csak Isten közösségbe gondolkodik. Nem jó az embernek egyedül. Kettővel kezdődik a történet. Ezért már mondtam, nincsenek magányos keresztények, vagy ha vannak, akkor le fognak morzsolódni, vissza fognak maradni a fejlődésbe. És éppen nekünk az egyik feladatunk, de szerintem a legfontosabb az, hogy olyan közösséget, olyan közeget hozunk létre, ahol a társas kapcsolatokban mindenki megtanulhatja azt Istennel együtt, ami az ő életében éppen aktuálisan kérdés. És ebbe segít az ígérdetés, ugye az a legtisztább, de abba segít a beszélgetés egy sorstársal, vagy a beszélgetős, mit tudom én, milyen csoporttal,
ahol hasonló helyzetben lévő emberek a Biblia alapján beszélnek az életükről, és valaki tud bizonságot tenni arról, tehát legyen, nem mindenki, legyen kezdő, legyen legalább egy tapasztaltabb testvér is, aki a saját élete alapján el tudja mondani, hogy amikor hallgatunk az Istenre, és megtesszük azokat a lépéseket, amelyeket ő szokott kérni az embertől, Isten meg fogja adni az áldást, a megoldást.